Üdvözlök mindenkit! Igazából, hogyha jobban megnézel, akkor úgy nézek ki, mint a Hawaii-ról jöttem volna. Ne is foglalkozz velem, én csak itt aloházom, you know! A mai nap folyamán egy nagyon érdekes dolgot fogunk csinálni, hisz már megszokhattad, hogy én ilyen extra vagyok, tudod? Igazából el kell mondanom nektek valamit, tudjátok, egy személyes dolog. Kérlek, hogy csukd be az ablakot. Csukd be az ablakot. Az ajtót. Az ajtókat, gyerünk. Csukd már be. Mióta megcsináltam azt a bizonyos videót. Naponta halucinálok. Úristen. Úgy érzem, hogy szemhagyhatom. Nem ácsorok szám már ott olyan sokáig. Te gasz fickó! Ez a két sólyom elkap így! Van egy befejezetlen küldetésem. Hogyha azt hiszed, hogy gyűrött az ingem, akkor még nem láttad azoknak a tanároknak az arcát, akik engem érettségiztettek. Üdvözlök mindenkit, visszatértünk. Ezt a seprőt fogom fel... What a nice kégli. Hashtag laknám. Azt hiszed, hogy... Te bullshited, az én bullshitem is. És tudod, miért van nálam seprű? Mert nekem te csak egy porszem vagy. Te kis porcica mica. Úris! Most hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem ugrott ki az összes szervem a testemből, és éppen házi bulit rendeznek a padlón. Ezt a széket fel tudom venni? Már nem azért, csak pusztán kíváncsiságból. Can I hit you with this shit? Semmi! Az pedig ott nem egy szék. Hanem szerelmem záloga. Figyelj, Ike a Matyi, add vissza a székem. Úristen, megijedtem, pedig az én voltam. Figyelj. Na jó, én csak a székemért jöttem, amit véletlenül itt hagytam. Szerelmem zálogaként. Igazából nem félek, hanem hangosan vagyok izgatott. Mit csinálsz, hogyha ezt csinálok? Esküszöm, nem én voltam. Pókember volt. Ez a kulcs, ez mire jó? Ezt nem akarom csak úgy eldobni, talán a házamhoz kell. Igazából nem kapok annyira levegőt ettől a szemüvegtől, ami elég viccesen hangozhat, de igaz. Figyelj, idézzük fel a múltat, emlékszel rá? Hogy így googoltam a házad előtt az első alkalomkor is? A fűben. Nyuszi ül a fűben. Szépen szundikálva. Nyuszi babám, ne ugass. Is this a mondóka? Is this the correct mondóka? Hallom, hogy jön valaki, nem akarom. Úristen, milyen dagadtak az ujjaim. Is this healthy? Ízületgyulladásom van, vagy mitől ilyen az ujjam? Nagyon menő voltam amúgy itt a videó elején, aztán rá kellett jönnöm, hogy még mindig ugyanúgy félek ettől a játéktól, mint az első alkalomkor igazából. Igen, azóta még puhányabb lettem, szerintem nem kéne belém kötni, csak azért, mert nő vagyok. Kezdem jól érezni magam, mi van? Az ott egy varjú. Nem értem még mindig tényleg azt az egész felállást, hogy én csak úgy átmegyek máshoz. Szimplán azért, mert egy ilyen kéglie van a csávónak. Úristen, esküszöm, hogy nem veszel észre. Úristen, a csávó az szétkína izza a fejét. De itt vannak ilyen kamerák, nem? Oh shit. Gotta be careful with that. Hogy odaraktam? Odarakta. Hallok valakit. Nyuszi ül a fűben, szép! Ki vagyok én? Nem izzad a tenyerem. Csak éppenséggel valamiben sántikáló. Na, házhoz jön a Deichmann. Úgy tudom, uram, rendelt egy cipőt. Ez igaz? 45-ös, elég. Esküszöm, hogy nem vagyok itt. Nem. Ide nem jöhetsz át, ez egy védett zóna. A neve, nincs házkutatási parancsot, te féreg. És ugyan kicsit megrezzent bennem a lélek, de én addig nem nyugszom, amíg házhoz nem szállítom ezt a szép nagy csukát. Mibe botlottam meg? Kis férgekbe? Na jó, lackó. Mi van? Mi? Hol? Ki? Úristen! Már megint majonézzel dobálsz? Annyira ideges vagyok, mert nem tudom, mit csináljak a bennem rejlő szörnyeteggel. Addig vicces, amíg égtelen haragra nem gerjedek. Hallok valami... Valami csordogálást. A remény patakja? De nem, most még nem mehetek oda. Nem azért, mert félek,
hanem mert valamiben sántikálok. Hashtag sántika. Hashtag nagy sántikálások. Ne! Úristen, megijedtem. Jó, egyébként az emberek látni akarnak engem megijedni, úgyhogy valószínűleg nem átsoroghatok ott sokáig. Hisz gondolom nem azért akartatok még több ilyen részt látni, hogy végigjátszam, hanem azért, hogy szívinfarktusok közepette elhalálozzak. Élő adásban halálozott el a videós serpenyővel a kezében. Serpenyő? No, Kedli. Miért lélegzel így? Kivassaljam a hajad, attól mindenki jobban érzi magát. Tényleg olyan furán lélegzett, tök megijedtem. Komolyan veszem, nézd, hogy megyek. Igazam úgy szinte semmit se látok. Ugyanis, mint mondtam, olyan dolgokba sántikálok, hogy ezt nem tudod elképzelni. Egyébként mi van, hogyha tényleg szívinfarktus kapok? Na, akkor mi lesz? Hallottam valamit? Ez meg most jönni fog. Mi van? Össze csupán holmi kis majonézekkel engem itt el lehet kergetni. Nagyokat tévedsz. Olyan nagyot... Nem voltam itt. Mi lenne, hogy profiba nyomnám most ez egyszer? Átmegy a kezem a tért kalácsomon. Biztos azért, mert vérszegény vagyok. Mi van? De most neki dobom. Pif puf! A szemetes zsák lesz a titkos fegyverem, hogyha esetleg... Úristen, nyögött egyet? Ez olyanokat levitál ez a csávó. Olyan léghajlító dolgok vannak a fejébe. Mhm. Nos. Mi van? Mi van? Szemét! A szép szemét. Egyre több itt a doboz. Kíváncsi vagyok, miket rejt. Rejtő Jenő. Te vagy az. Imádtam azt a versedet. Te vadállat. Mondj valamit róla. Milyen sampont használ? Úristen! Komposztnak használ egy kis emberi maradványt. A szándéka fontos. Sí, papito! Mi volt ez a hang? Hol a szemétládám? Nem is ez egy kerék. Basszus! Vagy pedig bemegyek itt. Azon a részt. Egy szót nem szóltam. Nem megyek sehova. Megyek haza. Hazamegyek. Itt van a kulcs. A szívedhez. Nem vagyok mérnök, de lehet, hogy ez ott nem biztonságos. Nem tudom, mi a gyanúsabb tényleg, hogy egy embernek ilyen vízicsúszdás háza van, vagy az, hogy itt simulgat a kerítéshez. Bocsánat, én csak a szemétládámért jöttem. Én csak jöttem megöntözni szerelmünk virágát. Szerelmünk bimbózó virágait. Megengednéd, hogy megöntözzem szerelmünk almafáját, Ádám? Jó, akkor majd máskor. Tessék, öntöz meg magadnak. Imádom, hogy mindig rázza a fejét. Azt hiszi, ő az apám. Pedig ő csak a cukorapám. Karomon van a Rolex órám. Nem figyeltem. Matek órám. Mi lenne, hogyha most elfutnék? Úristen! Látom, hogy nagyon szereted a majonézt, de én laktózérzékeny vagyok. Ha az időt kérdeznéd, baby... Csak annyit mondanék, hogy a fejed olyan édi. Oh shit! Hoztam neked egy kis szemetet. Hadd nézzem meg szép zöld szemedet. Ahogy nyújtasz, az olyan durva. Ettől leszek én egy kúr. Fejezzük be! Ezt nem gondoltam át kicsit, de úgy gondoltam, hogy jól ló, tudod? És hol van? Hallod? Hogy leszik, csak a lelke jött utánam. Te jó Isten! Telibe dobta a fejemet majonézzel. Elhagyta a lakását. Tudja, hogy be fogok menni. Csukd már be. Most ide betolakodok megint. Mi van? Hogy látott meg? Hagy menjek! Nem láthattál meg! Elbújok. Te szemétláda. Nem látod. Elpusztítalak. Megöntözhetem szerelmünk bimbózó virágait ismételten, kérlek. Nem bírom ki, hogy
víz nélkül hagyjam őket. Papito! Better run. We better run. Nem. Hány majonéz van ennek a tarsójában? Ember, ez egészségtelen. Tessék, textúra hibát kapott tőled a házam. Ezért is szakítottunk. De jó ég! Fűnyíró, 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 fűnyíró. Medve csapta, fűnyíró. Kulcs, kulcs. Basz. Nem én csináltam ezeket a hangokat, hanem a bennem szunnyadó szerelem. Tem tem tererem, tem tererem, tem tererem, tererem. Most kint van a füvön. Legelészik. Mit csináljak? Srácok, eddig sose jutottam még el. Félek. Can't do this shit, bitch. I'm afraid, bitch. Mik ezek a hangok? Ezt most komolyan mondod, hogy este van? Érsz, szűkületek képződnek a testemben ettől a esti jelenettől, de nem baj, próbáljuk meg. Bizakodó ember vagyok, és van nálam egy kis szemétláda, úgyhogy mindenre képes vagyok igazából. Azt tudom, hogy van nála zseblámpa, nem? Szóval igazából látnám, hogyha jönnem. Aha, jó, látom. Please, somebody call the police. My sugar daddy is crazy. Madarakat merevít. Nem tudom, melyik irányból jön. Van nálam egy UFO. Aztán majd itt kapom a sértéseket, meg a sertéseket is. Nem veszem komolyan. Szalonna. Te mondtad, én bemegyek. Nem. Ez egyáltalán nem gyanús. Hát igen, diszkréten le van oda helyezve egy medvecsapda. Gondolom nekem. Most azt mondtad, dagat vagyok. Ez egy kedves kis kamera. Vlogoljak egyet? Nem. Most jössz. Aha! Ott fut a kis szelítke. Aha! I did the thing, I'm inside. Oh shit! Oh, I got scared. Oh, bitch. Ez kell. Elterelem a figyelmet. Nem én voltam! I guess it's finally fucking over. Úgy érzem, ennyi lett volna ez a rész. Remélem tetszett nektek, mert nekem nem. Jött az első ilyen Hello Neighbor-os videót megcsináltam azóta. Folyamat írjátok, hogy mikor lesz második rész, mikor lesz második. Ezért gondoltam, megint összedobok egy ilyen kis montásszerű második variációt. Én nem is terveztem egyébként második részt csinálni ebből, de ismétlem, mivel nagyon sokan kértétek, ezért gondoltam, well. Eszterrel is majd lesznek videók, hisz a nyár... Nem is tudom, 70%-ában valószínűleg vele leszek. Köszönöm szépen, megnéztétek, remélem tetszett. Hamarosan visszatérek, addig is nagyon sziasztok, és nagyon hello. Mint egy szépen meggyújt kalács, olyanok voltunk.